Alig egy hónap és itt a húsvét, ez most még nem érezteti hatását a forgalmon, de azért a kereskedők már készülnek az ünnep előtti időszakra. Ilyenkor van az első komolyabb vásárlói csúcs, ezt mondta híradónknak az egyik kereskedő. A gyenge éveleje után ez az első jobb forgalmú időszak a húsvét. Ilyenkor ugye már jobb idő van, beindulnak a magyar retek, magyar újhagyma, most már van magyar paprikánk is, úgyhogy ezek a sláger termékek egyébként húsvétkor is, a újhagyma, a retek, amit ugye a földsonkához lehet fogyasztani, torma, úgyhogy ezeket viszik főleg. Friss magyar paprika, paradicsom, retek és hagyma, ezek azok az áruféleségek, amiket leginkább keresnek a húsvéti ünnepi asztalra vásárlók. Ezekből pedig egyre több van a standokon, hazai földekről, megfizethető áron. Igen, az utolsó pillanatban, tehát nálunk a frissesség a lényeg, tehát az utolsó héten van egy komolyabb roham, akkora is készülünk jobban, és a termelők is addigra próbálják időzíteni az ilyen retek és újhagyma, hogy akkor legyen sok belőle. Saját füstölés, tehát nem ilyen gyors párfol, gyors érlelt, hanem... Mert ez szív alapú ráadásul. Igen, ezek a szívsonkák. Szívsonkák, így van. A húskereskedők is készülnek már a húsvétra. Ebben az üzletben pénteken már a frissen érkezett füstölt sonkákat pakolták ki a pultba. Akad, aki már ilyenkor meg is veszi a húsvéti sonkát, tarját vagy csánkot, de a legnagyobb roham majd másfél-két héttel az ünnepi hétvége előtt indul be. És nem csak az élelmiszer kínálat színesedik folyamatosan a tavasz közelettével, de virágokból is egyre több közül válogathatunk a csarnokban. Nagyon szépek, van neki olyan fajtája, amelyik zöld, de van olyan, amelyik ilyen piros veszős lesz mindezek később. Meg a gyöngybarka is piros veszős lesz, és két hét különbséggel nyílik, mondjuk úgy március közepe felé, de húsvétra mindenképpen. Nagyon szép, mert az időjárásnak nem függvénye, de azért a nedvességnek igenis függvénye. Úgyhogy én nekem van egy lapos vészem, és oda ültettem 200 négyszögelet, és ezt hordogatom el, mikor itt van a szezonja. A járványhelyzet ellenére tehát a piacosok optimisták ezúttal is komoly rohamra számítanak húsvét előtt, annyi különbséggel, hogy csupa maszkos ember áll majd sorba az ízletes sonkáért, tojásért, vagy éppen a friss retekért.